És ahogy, ahogy ígértem az előbb is, már az őszi dekorációk itt vannak a stúdióban. Köszöntöm Kocsisné Jánoska Juditot, a második Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanárát. Szervusz, jó estét kívánok! Jó estét kívánom! Hát sok mindent hoztál, szinte kipakoltunk mindent? Nem minden, de nem baj, van, amiről majd beszélünk. Visszatérő vendég vagy itt a stúdióban, és mindig nagyon praktikus és nagyon jó ötleteket adsz a nézőknek, illetve nekünk is, hogy olyan dolgokból, ami kézzelfogható, és otthon megvan, szinte eszébe se jut az embernek, hogy abból dekorációt lehet készíteni. Miket hoztál? Hát hoztam most olyat, amit régebbi tanítványaimmal csináltunk, ilyen lámpás utánzatokat, amiben azért csak ezek a ledégők valók, nem valódi mécsesek. Hoztam olyan dekorációt, ami boltban megkapható, mi kaptuk szülőktől, és olyan aranyos, hogy meg kell, hogy osszam, mert nagyon jó pofa. Hoztam olyat, amit talán nem is gondolnák, hogy mire lehet használni, egy egyszerű tál, egy selyemsál, egy kis girland, és már oda lehet a lakásba varázsolni az őszt. Nagyon szeretem ezeket az őszi színeket, mert olyan meleg és olyan meghitt hangulatot teremt. Én ilyenkor otthon mindig dizájnváltást csinálok, tehát díszpárnahúzat, meg egy kis apróság, és nagyon-nagyon jót tesz szerintem az embernek, hogyha egy picit megváltoztatja a környezetét. Ha nem szeretnénk drága dolgokat vásárolni, akkor mikből lehet? Milyen alapanyagokból dolgozhatunk? Nem túl drága a dekorgumi, a filc, ezek a posztó jellegűek, sőt tőlő ruhaanyagokban is ilyen filc utánzatokat lehet kapni, és nagyon-nagyon jól lehet vele dolgozni. Gyerekekkel szoktam használni, nagyon szép dolgokat lehet csinálni színes papírból, az olcsóbbikból is, a drágábbiból is, az pedig most hungarocell tököcskéket csináltunk ma, az pedig egy bombonos doboz. Én hagy álljak fel a kollégáknak, mondom közben, csak hogy ezt hagy hozzam már ide, mert ez rettentően érdekes dolog. Ez ilyen ezt majd így letakarom, tehát ez egy bombonos doboz. Adja magát a keret. Sajtos doboz van rajta, kinder tojás, kupakok és joghurtos. Tehát ez doboz. Sajtos doboz? Igen. Kinder tojás és kupakok. Az pedig joghurtos. Az az ivójoghurt. És akkor abból egy kis papírral, egy kis nyomóval, színes papír hulladékkal nagyon jó kis programot lehet a szünetbe is csinálni a gyerkőcökkel. Ezt akár az ajtóra, ajtódísznek, igen, vagy a gyerekszoba ajtajára, így van, bentre. Egy-két hétig biztos, hogy kellemes dísze marad a lakásnak, aztán esetleg a kukába is landolhat, de alkotni jó. És azért elég hosszú most ez az őszi szünet, és egy picit meg kell állni, egy kicsit lassítani kell, egy kicsikét nem csak mindig rohangálni, hanem lehet egy kicsikét alkotni is. A hangulatunkat mennyivel tudjuk ebben a szürke időben egy kicsit feldobni? Azzal, hogy ha csak például ezt a kaspó virágot beteszem, más színe van neki, tehát egy kicsit ilyen narancsos színe van. Igen, nem biztos, hogy mindenki szereti ezeket a színeket, én igen. És szerintem, aki szereti ezeket az őszi színeket, és becsempészi bentre a lakásba, biztos, hogy megváltozik a közérzete, mert nem szürke, mert színes, mert színekbe borítja ezt a szürke, ronda időt, bár ma nagyon szép idő volt, de amikor esik az eső, és kintről bemenni egy olyan lakásba, fogad minket egy kis töklámpás, egy kis dísztök, ahogy láttam itt is a stúdióban, egy szép új terítő, aminek nem a megszokott jellege van. Szerintem megéri egy kicsit átöltöztetni ilyenkor. Ha már a tököt említetted, nem mindenki nagyon ügyes, mint például te. Hogyan, és aki még életében nem faragott például tököt, hogyan kell neki kezdeni? Mire kell figyelnünk? Hát két taktika van, aki a tetején kezdi, van, aki az alján. Talán egyszerűbb az alját levágni, és akkor úgyis oda kerül a mécses. Azt egy jó nagy konyhakéssel meg lehet tenni, kanállal ki lehet belezni a tököt, ez nem egy olyan nagy művészet, és akkor utána én úgy szoktam, hogy vagy indigóval, vagy sima egyszerű ceruzával megrajzoljuk a formák helyét, óra, szeme, szája. A szeme, óra nem olyan nehéz, a szája, hogyha fogakat akarunk hagyni, meg vigyorogni, szeretnénk hagyni a tököt, akkor egy kicsikét macerásabb. Ott az apukáknak szerintem egy kis szike nem árt, hogyha egy jó egyes kés, meg egy jó kis szerszám van, ezt a férjemre szoktam bízni, mert biztos elvágnám az ujjamat.
És akkor megvan az, és a gyerekek meg utána imádják kapargatni, meg még finomítani. És annak is olyan jó hangulata van, ahogy benne van a mécses, és ahogy igen. kezd illatozni a gyertya, olyan, mintha sült tök lenne igen, az igen. asztalon. Nekünk most nagyon jó élményünk volt, mert az egyik szülő mindenkinek hozott egy körbe ekkora kis tököt, és ahogy elkészültek otthon, behozták a gyerekek, úgyhogy minden nap volt egy-két-három tök, ami új volt, és akkor hoztak hozzá ledégőt, mert az osztályban azért így biztonságosabb. Kettőt is tettünk bele, és olyan szépen világított, és olyan jó pofa volt. Beszéljünk erről, most megfogom ezt a macskát, igen. a macskafarkát. Hát ez egy kicsit a babonák miatt jött, meg a denevér is. Mi ugye katolikus iskola nem tartjuk a Halloween-t, de angolórán igen tartják, és azért... meg egy angol szokás, és akkor egy kicsikét beöltöznek, volt, aki macskának költözött, termünkben is van egy jó nagy fekete cicus, egy-két napig még aktuális, és ez pedig tavalyi csoportommal készült, hát gurigából. Igen, ez egy papír. Igen, papír gurigából. Gurigából van, és hogyha jól látom, akkor az orra az egy megymag. Megymag. Igen, akartam hozni, de végül is otthon maradt, mert elég nagy helyet foglalt. Én minden magot elrakok. Tehát csodálatos, szép az őszi barackmag. Ez lett volna a kérdésem, igen. hogy például ilyen, tehát a falevél, ami igen. ugye ősszel van, igen. gyönyörű színekben igen. játszik, vagy a mák, vagy a mák. Mákot egyre kevesebbet, most már faluhelyen sem nagyon találunk mágubót. Nagyon szépen lehetett vele dekorálni, meg megfesteni. Már nem nagyon van, viszont a magok adják magukat. Nem csak a mogyoróra és a mandulára gondolok, hanem a szilva mag, abból sokféle van. Kis szilvának, nagy szilvának, egészen más a magja, és ki szoktam hipózni, főzni, és akkor úgy teszem el befőttes üvegbe. Maga az üveg látványa is aranyos, azokkal a kis barna magokkal, arra lehet szalagot kötni, annak a tetejét meg lehet kicsit fodrozni egy-egy olyan színű, anyaggal, ami a lakás hangulatába beleillik, és nagyon olyan kis aranyos, a konyhát olyan aranyossá teszi. A gyerekeket mennyire lehet rávenni ezekre a kis barkácsolós? Tehát, hogy a saját ötletét tegye bele abba a kis barkács Hát az műbe. Én kis gyermekőceim közül van, aki már most kreatív, van, aki otthonról hoz nagyon jó ötleteket és úgy kreatív, van, akit még annyira ez nem érintett meg, mert ő neki más az érdeklődési köre, vagy éppen mocogogni szeret, de ha kezdeményezek ilyen foglalkozást, akkor örülnek nagyon. Ma libát készítettük el, meg a tököket, ma nem tanítottam, ma ilyen szünide pótlónapot, vagy ilyen előnapot tartottam velük, és élvezték. Kicsit elszabadulnak a hangok ilyenkor, tehát egy kicsit hangosabbak, De élvezték is nagyon nagy örömmel. Ahogy jöttek a szülők, értük, olyan boldogan mutogatták, hogy ezt csináltunk, azt csináltunk, úgyhogy élvezték. Egy mondatig térjünk vissza, ugye a dekorálás, a tökfaragás, az, hogy libát készítenek, vagy hungarecelből tököt, át tudjuk mi ezt úgy adni, hogy a Halloween ez egy picikét lejjebb kerüljön? Persze, hát mi most nagyon készülünk a suliba Márton napra, majd ha visszaérkezünk szünetről, akkor egész héten Szent Márton év alkalmában, vagy egész hetet szánunk annak, hogy egy kicsit ezeket a régi emlékeket, régi hagyományokat körbejárjuk, és itt a magyar népkörében a töknek igenis van jelentősége, hiszen egyszerű eszköz volt, és ugyanúgy világítottak vele, tehát a rossz szellemektől a félve kitették, ők is a halottak napja környékén, tehát ez semmi köze a Halloween-nek a magyar hagyományokhoz. Tehát nekünk is megvan persze, az a hagyomány. Megvan a mi világunkban is. Nem tudok oda nyúlni, ami a kis igen. hurkapálcikán van, azt emeljük fel. Igen, ezt csak azért hoztam el, hogy tojástartó is mindenkinél van otthon, meg azt hiszem ez a férjem Borotva Habjának, vagy aftersévének a dobozában volt valami kis fekete papír, sárga papír is akad, valami reklámcsomagolásból vettük ki, ezt még annak idején a gyerekeimmel készítettem. És ez is lehet akár egy dísz. Igen, meg maga az alkotás örömet, tehát egy kis... Elég a gyerekek azért vonzódnak, tehát félnek a szellemektől, és az olyan izgi csinálni, meg akkor egy kicsikét kísérlik azt a félelmet, és akkor kiadják magukból. Tehát jó azért egy kis ilyesmit is csinálni. Hát árulják azokat a csúnya cukrokat, meg ilyesmiket is, azt is olyan előszeretettel leszik. Én nem pártolom, de ma volt náluk.
ilyen szem, meg szellem, meg fogsor, meg mindenféle, úgyhogy hogy azt is látok azért náluk. Meddig legyen fenn akár az asztalon, vagy akár éppen a szobában ez az őszi dekoráció? Ugye most már azért novemberhez közeledünk. November végén pedig már kezdődik az advent. Hát talán fél útig, talán úgy november közepéig talán még van helye. Aztán úgy apránként szerintem a tök az hamarabb, az úgy halottak napja után az már mehet aludni. De a színek maradhatnak, az őszi falevél, az őszi színek azok még. Amíg le nem potyognak a fáról a levelek, már szomorúan láttam, hogy a diófa már teljesen kopasz, de még a megyfák gyönyörűek, meg a gyümölcsfák. Amíg azok szépek, addig szerintem mi is. És szép leveleket lehet belőle gyűjteni. Én köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és ezt a rengeteg mindent megmutattad, és rettentő sok ötletet lehetett most tőled tanulni, és mindezt át lehet építeni a saját kis családi otthonunkba. Köszönjük szépen! Köszönöm a meghívást! Most pedig következzen egy bejátszás, amelyben egy komoly összefogás eredményét láthatják. Nagy Rika riportja következik. Több zsák PET-palack gyűlt már össze az egyik abasári tanárnő pincéjében. Az üdítős és ásványvizes flakonokból hamarosan szobor készül, amivel egy pályázaton indulnak a harmadik osztályosok. Egy e-mailes megkeresést kapott az iskola, gondolom ezt minden iskola megkapta. Mi ezt továbbítottuk az osztályfőnököknek, és akkor a harmadik osztályban pedig a szülők részéről elindult egy önálló kezdeményezés, hullám, nyugodtan mondhatom így, és hát most itt tartunk, hogy óriási projektbe vágtuk a fejszét, illetve hát vágta a harmadik osztályos szülők közössége. Az alkotást legkésőbb november 10-ig kell elkészíteniük az iskolásoknak. Az abasári kis csoport már elkészítette a terveket, hétvégén pedig hozzá is látnak a megvalósításhoz. A PET-palack szobrokban természetesen megjelenik majd az abasárra jellemző szőlő és bor is. A pályamű egyébként az ötletgazdák által sem várt összefogást eredményezett, ami nem csak az intézmény, hanem már a falu és a megye határain is túlnyúlt. Csodálattal tölt el, hogy az iskola, a szülők és a gyerekek így összehangulódtak, és végre olyan önálló kezdeményezésként alakult ki, amely szerintem elvárható, és egy nagyon idilli állapotot tud létrehozni. És még annyit, hogy a közösségi média hatására, amire ugye, ha jól tudom, akkor a tévé is felfigyelt, már szerveztek gyulángyűjtést számunkra a Budafokon, amit hát nem is tudunk már elhozni szinte, mert annyi lesz. De egyébként itt helyben is gyűjtjük, és Gyöngyösről például sok vendéglátóipari egységből kaptunk megkeresést. A pályázaton összesen 30 nyertest hirdetnek, akik 150 ezer forintos támogatást kapnak. Ebből a pályázó osztály erdélyi iskolai foglalkozását kell biztosítani. A győztesek felét a november 16-a és 30-a között beérkezett online szavazatok, a másik felét pedig a zsűripontok alapján választják ki. Mivel az intézmény számára fontos a környezettudatos nevelés, bíznak a pozitív elbírálásban. Én kiemeltem fontosnak, és nem csak én azt gondolom, hogy minden pedagógus így gondolja, hogy ne csak az iskola keretein belül menjen maga az oktatás-nevelés folyamata, hanem minél többször próbáljuk meg kivinni a gyerekeket. Én azt gondolom, hogy azt mindenki tudja, hogy közösségépítő szerepe mekkora egy ilyen erdeiskolás kirándulásnak. Sokkal több minden ragad meg a gyerekben. Én is sokkal többet tanulok, valljuk be még így öregen is, hogyha valóban elmegyek, megnézem, mint hogyha egy könyvből kéne elképzelnem. A pályázat kiíróinak célja, hogy a kapott feladaton keresztül a gyerekek megismerkedjenek az újrahasznosítás fogalmával. Az erdélyi iskolai élményektől pedig azt várják, hogy megváltozik a gyerekek szemléletmódja, és felelősen gondolkodó, a környezetet védő felnőttek válnak majd belőlük. Egy nagyon érdekes szakmai úton, továbbképzésen vettek részt a Gyöngyösi Egressy Béni két tanítási nyelvű általános iskola angol tanárai. Ebből kettőt köszöntök is itt a stúdióban, Oroszi Hajnalkát és Gálné Vas Csillát. Jó estét, sziasztok! Szervusz, köszöntünk! Mi volt ez a projekt? Beszéljünk erről. A Tempus Közalapítvány kiírásában jelent meg a Erasmus Plus pályázat, a köznevelési intézmények számára mobilitási pályázatokat írta ki, és ez nagyon-nagyon jó szakmai továbbképzési lehetőséget jelent, ugye nem csak angol szakos, hanem más idegen nyelvi tanárok részére is,
és úgy gondolom, hogy a két tanítási nyelvű munkaközösségünk egy emberként állt el mögé a cél mögé, és nagy örömömre minden kollega vállalta, hogy nagyon szívesen részt venne egy ilyen pályázatban, hiszen úgy gondolom, hogy egy nyelvtanár számára a megújulás, a szakmai módszertani ismeretek újítása, illetve hát a célnyelvi területen szerzett élmények, kulturális feltöltődés nagyon sokat jelent, és így 2015-ben adtuk be először a pályázatunkat, és nagy örömünkre sikeres lett, ami két hetes célnyelvi területen, tehát Angliában történő továbbképzést jelentett mind a hatunk számára. Bakó Judit, Kálnéva Stilla, Kovácsné Bokéva, Molnár Mónika, Patócsné Szoboszlai Tünde, és én jó magam vettünk részt ezeken a továbbképzéseken, és annyira lelkesen tértünk haza, hogy a 2016-os évben újra beadtuk pályázatunkat, és még sikeres lett. A pályázatot te írtad, te kezelted, amikor megláttad, akkor rögtön kérdés nélkül jött a válasz, hogy igen, ezt meg kell léptünk. Mi volt a motiváció? Igen, úgy gondolom, hogy rögtön, és nagyon örülök, hogy a kollégáim is egy emberként mellém álltak, hiszen az innováció nagyon-nagyon fontos egy nyelvtanár számára. Én azt gondolom, hogy a Z-generációt tanítjuk, az M-learning, ugye a mobile learning korszakában is, hát elsősorban a nyelvtanárok, de úgy gondolom minden pedagógus számára borzasztóan fontos a megújulás, az új módszerek elsajátítása, az új technikák, és ugye mi két tanítási nyelvű általános iskola vagyunk, és ilyen jellegű szakmai továbbképzésre Magyarországon nincsen lehetőség, úgyhogy ezért is nagyon-nagyon jó lehetőség volt ez számunkra, hogy külföldön, anyanyelvi területen nagyon felkészült, nagyon jó előadóktól tanultunk, és hát nagyon-nagyon sok területen nyerhettünk betekintést, és nagyon hasznos volt. Csilla, milyen volt az élmény? Mesélj róla, milyen élményekkel gazdagodtatok? Úgy indultunk neki ennek az útnak, hogy mindannyian más kurzust válasszunk, hogy minél többféle tapasztalatot szerezzünk, és ezt megoszthassuk egymással. Idén én Kovácsné Bokéva kolléganőmmel Brightonban vettem részt egy kéthetes tanárképző kurzuson. Ez egy dél-kelet-angliai gyönyörű város. Már maga a helyszín felemelő volt és csodálatos. A nyelviskola is egy nagyon magas színvonalú, nagyon komolyan vették ezt a képzést. Reggel délelőtt 9 órától 3 óráig úgymond tanultunk az iskolában, utána pedig részt vettünk a város életében. Mire törekedtetek a projekt során, hogy mit szeretnétek elsajátítani? Hát a nyelvi környezetben való tanulásnál szerintem nincs értékesebb, illetve hogy ezeket a tapasztalatokat hogyan tudjuk majd hasznosítani a mindennapi életünkben, az angol nyelven tanított tantárgyak során. És hát mindig megújulás kell egy tanítónak, én azt gondolom, és ez sikerült. Gondolom, hogy azért nem csak a tanítás, meg nem csak a nyelv, hanem azért az élmény is, amit pluszba kaptatok akár a várostól, vagy akár az emberektől, vagy az ottani kollégáktól, az is egy élmény volt. Igen, persze, a tanuláson kívül, tehát különböző nemzetiségű kollégákkal vettünk részt a kurzusokon. Mi a csoportomban 5 voltunk, egy olasz kolléganő, cseh, lengyel és egy osztrák, és hát velük barátságok szövődtek természetesen, igen, és azóta is tartjuk a kapcsolatot. Mennyire lehet átültetni azt a tapasztalatot akár az Egressy Béni két tanítási nyelvű iskolába, amit ott szereztetek? Nagyon igyekszünk, és végül is így is választottuk a kurzusokat. Az első, tehát 2015-ös pályázatunknál ilyen általános módszertani kurzusokra jelentkeztünk elsősorban, viszont az idén már próbáltunk fókuszálni az idegen nyelven tanított tantárgyakra, és olyan kurzusokon vettük részt, ami segíti a munkánkat, hiszen a alsó tagozatban a készségtantárgyakat, aztán a természetismeretet, informatikát, földrajzot is angolul tanítunk, és ugye így nagyon fontos, hogy a maga a célnyelv
és a tartalom együtt kerül oktatásra, és ehhez ez nagy segítséget jelentett. Illetve hogy országismeret tantárgyunk is van, úgyhogy ez a kulturális feltöltődés, amiben részünk volt, hogy személyesen megtapasztalhattuk azt, amit tanítunk, és a személyes élmény átadása a gyerekeknek úgy gondolom az sokkal, sokkal élvezetesebb és jobban megmarad bennük, úgy gondolom. Illetve törekednénk még arra is, hogy illetve törekedtünk is, hogy a kollégáknak átadjuk ezeket az új ismereteket, illetve tapasztalatokat. Illetve erről majd egy workshopot is tartotok. Igen, igen, az előző pályázatunknál is már nagy sikerrel meghirdettük a tankerület iskoláinak angol szakos pedagógusa is számára, és most az idén is november 14-én délután 3 órától lesz egy ilyen rendezvényünk, ami igazából egy ilyen műhely munkát jelent, ahol átadjuk a tapasztalatot, hasznos feladatokat, illetve módszertani technikákat szeretnénk megosztani a kollégákkal. Szerintem eddig is tudtátok, meg úgy gondolom, hogy mindenki a szakterületén tudja, hogy az nagyon fontos, de mindig azt hangoztatjuk, hogy a nyelv az rettentő fontos. Ez most megint megerősített benneteket? Igen, minden nap tapasztaljuk, hogy tehát a gyerekek az angollal találkoznak szinte a napjuk hát legnagyobb részében. Hazamennek, leülnek a számítógéphez, angol nyelvet használnak. Nagyon próbáljuk őket irányítani, hogy ezt hogyan hasznosítsák a számítógépen keresztül. Illetve hát mi megpróbáljuk, mivel több tantárgyat is tanítunk angolul, mindenhol az angolt előnyben részesíteni, a nyelvhasználatot. És a hazatérve az útról még az, hogy nagyon sok élményt meséltem én is el a gyerekeknek, hogy mit használnak gyakran az egyes szituációkban, és ez csak ott lehetett elsajátítani, amik a könyvekben nincs leírva. Szerintetek át lehet ültetni ide hozzánk azokat a tapasztalatokat, ha nem is teljes mértékben, de van amire azt mondjátok, hogy ez teljesen jó lenne, akár még egy alaptantervben is, hogyha benne lenne. Igen, úgy gondolom, és ugye, hogy változik a nyelvtanítás is, a nyelvtanítási stratégiák is, és ugye a régebbi nyelvtanközpontú nyelvtanulást ugye felváltja a kommunikáció központú, és erre kell törekednünk, hogy a gyerekek használni tudják a nyelvtudást, és ugye ehhez segít az, amikor végül is a nyelvet más tantárgyon keresztül információ szerzésre, információ átadásra tudja használni, és már nem csak önmagában a nyelvtanulás kedvéért, hogy a nyelvet elsajátítsa, hanem szépen szinte észrevétlenül a más tantárgyakon keresztül is hasznosul ez a nyelvtudás, és ők maguk is megtapasztalják azt, hogy milyen sok területen tudják használni az idegen nyelvet. Lesz folytatás? Tehát lehet még pályázni? Lehet még menni? Hát igen, igen. Amikor ugye én mentem utoljára, én most Írországban voltam a nyáron, és még szinte ki sem érkeztem, amikor a kolléganők már megérkeztek az angliai továbbképzésről, és küldték nekem az üzenetet, hogy ugye jövőre is pályázunk. És ez olyan jól esett, mert tényleg tudtam, hogy ismét nagyon sokat tanulva, és nagyon sok élménnyel tértek haza, és úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy lehetőség, és kár lenne kihagyni, úgyhogy igen, úgy gondolom, hogy jövőre is pályázunk. Legyetek sikeresek továbbra is. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Önöknek köszönöm a figyelmet, maradjanak velünk továbbra is, nem sokára jön majd a harmadik rész, az is izgalmas lesz. Szép estét!